A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária kiment a sírhoz. Látta, hogy a zárókövet elgördítették a sír bejáratáról. Ekkor Mária elszaladt Simon Péterhez és ahhoz a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett és elújságolta nekik. Elvitték a sírból az urat, és nem tudjuk, hová tették. Ekkor Péter és a másik tanítvány azonnal elindultak a sírhoz. Együtt szaladtak, de az a másik megelőzte Pétert, és elsőként ért oda. Lehajolt, és látta, hogy ott vannak a vásznak, de nem ment be a sziklasírba. Simon Péter ugyan lemaradt egy kissé, de hamarosan ő is odaért, és be is ment a sírba. Ő is látta a vásznakat és a kendőt is, amely Jézus arcán volt. De az távolabb feküdt, külön, összehajtva. Ekkor bement az a másik tanítvány is, aki elsőként ért a sírhoz. Látta mindezt, és hitt. Ugyanis még nem értették, amit az írás mondott, hogy Jézusnak fel kell támadnia a halálból. Ezután a tanítványok hazamentek. Mária pedig ott maradt zokogva a sír elő. Közben lehajolt és benézett a sziklasírba. Két fehér ruhás angyalt látott, akik ott ültek, ahol korábban Jézus teste feküdt. Egyik a feje, a másik a lába helyén. Az angyalok megszólították Máriát. Miért sírsz, asszony? Ő így válaszolt. Mert elvitték uramat, és nem tudom, hová tették. Majd hátra nézett, és látta, hogy egy férfi áll a háta mögött. Jézus volt az, de Mária nem ismert rá. Jézus megkérdezte. Miért sírsz, asszony? Kit keresel? Mária azt hitte, hogy a kertésszel beszél, ezért így felelt. Uram, ha te vitted el a testet, kérlek, mondd meg, hová tetted, és én elviszem. Jézus ekkor a nevén szólította. Mária. Rabbuni! Kiáltott fel Mária, amikor Jézus felé fordult. Ez a héber szó azt jelenti, mester. Ne tartóztass, mondta Jézus, mert még nem mentem fel az atyához. Inkább menj a testvéreimhez, és mondd meg nekik, hogy most felmegyek atyámhoz, aki a ti atyátok is, Istenemhez, aki a ti istenetek is. Ezután Mária elment a tanítványokhoz, és ezt mondta nekik. Láttam az Urat! Elmondta nekik azt is, amit Jézus üzent.